az okos eszközök érzelmi hatásairól tartott előadást Tarianna Mária, a pszichoanalitikus pszichoterapeuta a témával 2010 óta, az információs korszak térhódítása óta foglalkozik. Azóta tanulmányozza, hogy az online tér, az okos eszközök, a közösségi média felületek milyen hatást fejtenek ki a gyerekek, a kamaszok, illetve a fiatal felnőttek érzelmére, személyiségére. Már most látszik, hogy a 20 éves fiataloknak, mondjuk így az érzelmi apparátusának működéséből hiányzanak azok a kompetenciák, amiktől ők biztonságban, elégedetten éreznék magukat a bőrükben. Nagyon gyakran inkább az látszik, hogy depressziósak, perspektívátlanság érzést élnek át. Tavaly előtt ugye nagyon trendi szó volt a kiégés és kifáradás, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon rossz helyzet, hogyha a 20-as, 30-as évei elején valakinek az életét ezek a szavak jellemzik, hogy ez a legboldogabb időszakok. Tehát valami nagyon nem stimmel, én azt gondolom, és hát több mint 12 éve ezt boncolgatom. Minél fiatalabb korcsoportot vizsgálunk, nyilván annál nagyobb a veszély, nem csak a neurológiai, kognitív funkciók tekintetében, hanem abban, hogy egy gyereknek muszáj lenne még így a valódi életben begyakorolni a társas készségeket, elkezdeni barátkozni, jönni-menni, játszani, kirándulni. Szóval olyan dolgokat csinálni, ahol csiszolódnak olyan képességei, amelyekről azt gondoljuk, hogy csiszolódik az az online térben is, és tulajdonképp igaziból nem csiszolódik, mert ugye az csak egy ilyen példa, hogy amit beszélgetésnek hívunk az online térben, az valójában írás-olvasás. 14 éves korig az nagyon jó lenne, ha egy családban működne annyi bizalom, hogy meg lehet a gyerekkel, tinédzs kiskamasszal beszélni, hogy azért a telefon az mégiscsak, noha egy örömmágnes, rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amik azért így nem jó következménnyel járnak. 14 éves és 18 éves kor között, ott szintén a bizalomfaktor nagyon erős, ott már azt gondolom, hogy tényleg lehet komolyan beszélni, de én mindig a bizalomra és szülői beszélgetésre alapoznék, nem pedig kémprogramra, távoli vezérlésre és arra, hogy döntsünk a gyerek helyett. Nagyon-nagyon sok olyan oldal van ma már, ezt egy egyszerű Google kereséssel meg lehet találni, ahol elmagyaráznak dolgokat, hogy mi a tanuló algoritmus, miért nem jó a TikTok challenge, stb. Ezekből a szülőknek nagyon sokat kéne olvasni, hogy kialakítsa a saját álláspontját. Ha van álláspontja, akkor azt képviselje hitelesen. Ha hitelesen képviseli, akkor a gyereke bárhány éves meg fogja érteni. Nyilván az előadásom után itt is el fog hangzani az a kérdés, amelyet azt hiszem 13 ezerszer hallottam eddig, hogy mit csináljak, hogyha a gyerekemnek én szűkítem a telefon használatát, és emiatt kirekesztik az osztályból, és akkor újra meg fogom válaszolni 13 ezredjére is, hogy ez azért nem az a típusú kirekesztés, koalíciót kell alkotni egy másik szülővel, de muszáj csinálni valamit. A jövőt illetően Tarianna Mária hangsúlyozta. Egyelőre kérdés 15-20 év múlva a valóság mellé az online tér, a mesterséges intelligencia, az okos eszközök, valamint a tanuló algoritmusok mit hoznak el. Állítása szerint az viszont már körvonalazódik, milyennek kell lennie a jövő fiatal munkavállalójának. Muszáj, hogy magas szaktudású legyen, ambíciózus legyen, képes legyen erőfeszítésekre, nagyon magas fokon működtesse az önfegyelmét, a karaktereit. Na most ezek azok a dolgok, amiket az okos eszköz, közösségi média használ, a dopaminlöket, nagyon sok, mint egy szőnyeget így kiránt mindenki alól. Ami a hosszú távú hatást illeti, az, hogy amitől valaki biztonságban érezheti magát az életében, azokat én funkcióknak hívjuk. Ez az önértékelés, önbizalom, önbecsülés. Ha ez a három nagyon fontos funkció elkezd billegni, akkor viszont azt látjuk, hogy az illető nem lesz biztos önmagában, a helyzetében, abban, hogy mit kéne csinálni, milyen célokat kéne itt kitűzni, milyen karriert kéne befutni, milyen párkapcsolat kéne, hol kéne élni egyáltalán. Tehát, hogy olyan kérdések merülnek fel nagyon komoly súllyal, amik valahogy régebben sokkal egyszerűbbek voltak. Most nagyon sokszor látjuk azt, hogy a nehezebb döntések azok olyan, mintha fatális következménnyel járnának, vagyis halálossal. Pedig nem.
Tehát nincs fatális következmény, csak bátran kéne élni. A Sinka István Városi Könyvtár által szervezett előadáson az is elhangzott. Fontos az önreflexió, valamint a tudatosság azzal kapcsolatban, mennyi időt töltünk online. Arra is ügyelni kellene, hogyan és mennyit engedünk be az életünkbe az információs korszakból. Ugyanis a döntés rajtunk múlik.